Nagy tisztelettel köszöntöm az Újpest TV kedves nézőit, ez az Újpesti Sport. Azt gondolom, hogy érdekes beszélgetés elé nézünk, hiszen ha csak annyit mondok, hogy velem szemben itt a stúdióban ül Bene Ferenc, ifjabb Bene Ferenc. Én azt gondolom, hogy itt Újpesten ez a név, ezt a nevet nem kell bemutatnom. Szóval kezdjük! Szia Feri, nagyon szépen köszönöm Ferikem, mert ugye egyértelműen édesapád után, bár nekem édesapád is Ferike volt, mert csak úgy szólítottuk drágát. Nagy-nagy szeretettel köszöntelek itt Újpesten, ismételten, azt hiszem lesz miről beszélni. Szervusz Gábor, és tiszteltel köszöntök mindenkit. Keresem a szavakat, mert annyi minden történt itt a labdarúgó csapat és Újpest környékén, hogy nem is tudom, mibe kapjak bele, de természetesen legelőször azért a gólvágóba, a mesterlövészbe, ugye nem most a régen mutattuk be itt Újpesten édesapádról szóló könyvet, amit Dunai Ede írt. Hát szóval, olvastad már? Kiolvastad? Előről, hátulról, hátulról, előre? Igen, természetesen, sőt, hát Edével van olyan baráti kapcsolatunk, hogy amiben tudtam, segítettem a könyv létrejöttében is, de hát 99,9%-ban ez az ő érdeme, hiszen óriási kutató munkát végzett, és ugye még a megjelenés előtt én el tudtam olvasni, és az előző könyveinek is a többségét olvastam. Én úgy gondolom, hogy ő mindig is egy remek író volt, és tényleg a futballöltözőn belüli hangulatot is át tudja adni. De talán most, ha jól tudom, ez már a 11. könyve. 11. abból 10 Újpest. Így van, igen. És szerintem könyvről könyvre fejlődik ő is. És ez biztos, hogy a 11 közül a legjobb könyve. Ráadásul, ami fantasztikus nála, hogy olyan részletességgel írja le a történeteket, amit csak kutató munkával lehet elérni, és csak belsős információ. Ez nagyon érdekes, amit mondasz. Igen, elmondhatom azt, hogy néhány könyv bemutatójánál én is bábáskodtam, és természetesen az összes könyvet átnyálasztam, átlapoztam. Valóban azt kell mondani, hogy ez, ami édesapádról készült, ez, én azt mondom, hogy elmondom, mert Edének is elmondtam, de meglepetés volt számomra, ez volt a legösszeszedettebb, ahogy én olvastam. Kellett, gondolom, lektoráltál, hát csak elolvastad, kellett javítani? Volt beleszólásod? Ezek érdekes, azért ez érdekelnek. Én úgy kezdtem neki, hogy... Finomításoknak. Igen, én úgy kezdtem neki az olvasásnak, hogy nem nagyon szeretnék belenyúlni, hiszen persze, az az ő műve és az ő szellemi terméke. De nyilván, hogyha valami... De tárgyi tévedés nem lehet benne, ha tévedés érted? Lett volna, akkor beleszólok nyilván, mert azért én is a minőségre törekedek, főleg édesapámmal kapcsolatban. Egész egyszerűen fantasztikus, tehát egy véletlen sztori nem került bele. Ugye Dunai Ede, idősebb Dunai Ede által, az édesapja által rengeteg belsős információról tud. Visszaköszöntek olyan történetek, amik az előző édesapámról írt könyvben nem hangzanak el. Tényleg a legújabb generáció számára is érdekes lehet, hiszen nagyon-nagyon mély titkokat is felfed az ő pályafutásáról. Mérkőzéseket mutat be nem csak a tényszerűen, hanem a háttérrel, az öltözőbeli történésekkel. Édesapám érzéseit veti vissza, szóval tényleg olyan dolgokról tudhat meg az olvasó, amit csak akkor tudhat, ha beszélgetett ezekkel a legendákkal. Nekem a legközelebb a szívemhez az a blokk, az a rész áll, ahol a családról beszél, a tesókról, a kezdetek kezdetéről, ahogy elkezdett futballozni, hogy nem akart Pestre jönni, jó volt neki ott lent, és mit. Szóval az valami valóban tényleg olyan, ami csak az tudhat, aki, majdnem úgy azt mondom, hogy ott volt, ott nőtt föl vele. Igen, igen. Ez egy nagyon-nagyon érdekes. Volt számodra? Tehát mint Bene Ferike, Bene Ferenc ifjabbik,
amiről te nem tudtál, amit a könyvből tudtál meg? Volt ilyen meglepetés? Igen, ez azért érdekes, mert pont a gyerekkoráról én is olyan történeteket olvastam abban, amiről ő nekem sem mesélt édesapám. Tehát még nekem is volt a könyvben királyság. Újdonság. Ó, ez nagyon úgyhogy jó. Szerintem minden generáció számára ez egy érdekes könyv lehet, érdekes olvasni. Mi maradt ki belőle? Húha! Ha egyáltalán... Hát, hogyha Dunai Edebát, az idősebb Dunai Edebát, ő most itt lenne köztünk, akkor tudna egy-két 18-as karikásztorit is az edzőtáborokról. Ez mindenképp kimaradt. Hát én ugye talán annyi az maradt ki, de hát azt szerintem még egy könyvet beterítene, ugye a válogatott történetek. Igen, tehát én azért igen. Keveset tudok gyerekkoráról, mert az annyira nem érdekelt gyerekként, meg fiatalként. Engem mindig a válogatott mérkőzések, az Újpest nagymérkőzései érdekeltek. Ugye az Újpest kötődésű nagymérkőzések fantasztikusan le vannak írva, de ugye a válogatottakkal a sikerek, kudarcok, hogy milyen nüanszokon múltak, abból azért sok olyan történetet tudnék, ami kimaradt. De hát ez a jövő zenéje, vagy esetleg ezek a baráti társaságok kérdése. Itt a Edével beszélgettünk, ugye többször is mondta, hogy évente két könyv van neki betervezve. Hát most várjunk egy kicsit, szerintem 2-3 éven belül az a válogatott, Bene válogatottságai című könyv is megjelenhet, ha már Bene válogatottságairól beszélünk. Picit ugrunk, Feri, jó, mert a könyvet nagyjából kitárgyaltuk, és többet nem szabad, tehát lespoilerozunk, mert akkor nem veszik meg, nem fogják elolvasni, és nem az üzletről beszélek, hanem az érdekességről. Tényleg érdemes átforgatni, végignyálozni ezt a könyvet, fantasztikus élmény. De itt ül velem szembe Bene Ferenc, labdarúgó szakedző, pro licensz, tehát én ezeket azért nem, mert azért gondolkodtam, hogy milyen licenszet mondjak, mert nekem fogalmam nincs, hogy pro, a, b, c, k. Hát igen, én annak idején a szakedzőt is elvégeztem a testnevelési egyetemen, aztán a rekreációs menedzsert is, tehát úgy voltam vele, hogy két főiskolai diplomám van mellett, a nemzetközi licenszek is, úgyhogy igazából az ember holtáig tanult, tehát ezt követem ma is. De ha már holtáig tanul az ember, akkor most mit csinálsz? Tanulsz? Továbbra is nyilván gyűjtöm a tapasztalatokat edzőként. Jelenleg a Magyar Futball Akadémián dolgozom, amelyik ugye a Honvéd kötelékében van, tehát a felnőtt csapat a Budapest Honvéd. Ne szórakozz itt, Újpeste honvédozol, hát mindjárt fölállok, kimegyek, aztán egyedül hát beszélgetsz magaddal. Az ország három persze, legjobb akadémiája minősítették. Igen. Nyilván ez is egy vonzó tényező. Legutóbb dolgoztam 2 évet Újpesten az utánpótlásra, előtte még a 2000-es évek elején 5 éven keresztül, tehát van az Újpest utánpótlásról is tapasztalatom, nagyon szép éveket töltöttem ott. Én nagyon-nagyon bízom benne, hogy egyszer majd beszélhetünk úgy, hogy az Újpest Akadémiája, akár ez a Faramuci helyzet megváltozik, hogy 2 Újpest igen, van, tehát igen. Sajnos én sok olyan Újpest meccsen részt vettem, ahol Újpest bajnoki mérkőzés volt. Hát azért ez, nem ez kihívás, nem? A szituációt. Úgyhogy a szívem az továbbra is, mint a múltban, jelenben és a jövőben a liláké. És az inged is. Igen, ez természetes, de most az élet úgy hozta, hogy sajnos az be kell vallani, hogy profi munka folyik a Honvéd Akadémiáján. Kész, ennyi. Hát az élet az arról szól, hogy az ember körülnéz, ha becsukódik egy ajtó, borzasztó közhely, de akkor kinyílik egy másik, azt ott be kell lépni, ha nem megyünk el a sarokig, nem tudjuk, mi van a sarkon túl. Jól érzed magad? Hát lehetne erről is órákat beszélni. Nyilván nekem is az a vágyam, hogy akár közösen az én részvételemmel egy összefogással, tényleg egy Újpest összefogással egy nagyon-nagyon komoly Újpest utánpótlást lehet létrehozni. És ezzel országszerte így van mindenki, tehát az ellenlábosok is ezt mondják, hogy nem értik, hogy miért nem egyesül a 2 Újpest. Ha ez egyszer így alakul, akkor természetesen számíthatnak rám, de én mindig a minőségre és a profizmusra törekszem. Hát ez most jelenleg ez nem mondható el teljes mértékben az Újpesti Akadémiáról, de nem biztos, hogy ezen nem lehet változtatni, és nem biztos, hogy ez a jelenlévőknek a bűne. Ez a kétpólusú, tudod, ez a kétpólusú, hogy én vagyok Újpest, te vagy az Újpest, ez én szerintem sose szül jót. Igen, ezt vezetői szinten, ezt a kettőt egyesíteni kell. Igen, valami. Összefogásszerűen, hát ugye nálunk ott volt, én az UT-ban dolgoztam, Vermeskis, Erős Karcsi volt, újpesti labdarúgók, a fiatalok közül Privigyei Ádi, tehát sok újpest kötődésű edző, és akkor idézélve
ellenlábas oldalon, amit kimondani is abszurd. A kerítésen túl, meg Weber Gyuris, Lezák Zoli, Mundi Viktor, tehát mi átkiabáltunk egymásnak, jóba vagyunk, aztán utána meg a vezetői szinten megmegy az ellenséges kérdés. Ja, és tehát, akkor megy az, hogy miért vagy vele jóba, mert ő bezza, nem, ez hát azért, mert 40 éve ismerem őket, hát azért nonsense, ez nem van, is fog változni. De hát reméljük, ez a helyzet is változni fog, mert talán új szelek indulnak. Ha már utánpótlásról beszéltünk, hát azért benne utánpótlás is van, jól tudom? Igen, két kisfiam van, ez ők a legfontosabb. Barátságban vannak a labdával? Igen, igen, nagyon szeretnek focizni. Lábbal vagy kézzel? Hát ez egy érdekes kérdés. A nagyobbik fiam, ő 13 éves, ő lábbal is, meg kézzel is, de hivatalosan kézilabdázik. De az öccsével, aki focizik, éjjel-nappal fociznak, akár a nappaliba, akár az utcán, kertbe, bárhol, úgyhogy... Jól van, tehát utánpótlás lesz benne néhány év múlva ismételten. Hát alapjában tisztességes, egészségesen felnőttek legyenek, ez a cél. Ahogy ismerlek téged, nem a profi sport. Maximalista vagy, azért fognak ők fotballozni. Én élvezzék a játékot, amíg mosolyogva a hazaedzésre, addig nincs gond. Nincs gond, így van. Nem hiszem, hogy ott most a csúcs futball támadása lenne. Ne legyen munka a játék. Így van. Ugye? Hát és akkor ismételten ugrunk egyet, ez a mai egy ilyen ugrálós műsor. Amikor megbeszéltük a randevút, hogy bejössz hozzánk ide az Újpest televízióba, akkor még talán nem is volt arról szó, hogy most nem az UTE, hanem az Újpest FC-nél, hát forradalom történik, változás lesz. Megbeszéltük a randevút, hogy bejössz hozzám, beszélgettünk egy jót. Az élet megírta azt a forgatókönyvet, amit nem lehetett tudni. Tehát változás van Újpesten, új tulajdonos van, belga ember 12-3 év utáni regnálása, nem tudom, hogy fogalmazzak, vezetése, tulajdonlása, nem nekem kell minősíteni, hogy mit művelt itt Újpesten, véget ért. Tiéd a szó. Az egy véleményed, akinek lila vére, gondolom, csak van véleményed. Hát van véleményem, és most ez nagyjából megegyezik a szurkolók teljes spektrumával, tehát ami az elmúlt időszakban Újpesten folyt, az teljesen méltatlan és borzasztóan vérlázító. Én nagyon-nagyon bízom benne, hogy ennél egyrészt csak jobb jöhet, másrésztről pedig abban meg nagyon-nagyon reménykedem szintén, hogy megfelelő polcra helyezik az újpesti labdarúgást országos szinten, és újra szerintem a magyar labdarúgásnak is azt tenne jót, hogyha dobogóért küzdene az Újpest, vagy bajnoki címért, és szerintem már most látszott a legutóbbi mérkőzésen, hogy egy egész más szellemiség és egy egész más légkör veszi körül a labdarúgó csapatot. Nem feltétlenül az eredménytelenség oldaláról, de az egész hangulat, meg az a tradíciók sárba tiprása, ami az elmúlt időszakban folyt, azt nem lehetett semleges szempontból vizsgálni. Olyan kérdezlek téged, aki a labdarúgásban dolgozik, akinek a vérében ott a fehér vérsejtek helyett pöttyös labdák vannak, tehát megmagyarázhatatlan, hogy 9x3, 27, 27 pontot lehet szerezni, és egyet tudod szerezni az Újpest. Hát mennyi idő kell ahhoz, hogy itt forradalmat csináljanak, vagy azt akarták, hogy ez senki? Nem tudom a tulajdonosnak kívülről. A gondolatait. Hát ketté kezd választani. Egyrészt, ami hát több mint egy évtizeden keresztül folyt, de különösen az utolsó három évben. Az a gyakorlatilag az a vegetációba sodrása a klubnak, az a teljes érdektelenség, az a teljes adhok igazolások, hogy semmiféle szakmai koncepciót nem lehetett látni, ugyanakkor a kommunikáció és a szurkolókkal, a szurkolók megbecsülése, a tradícióknak a semmibevétele, szóval az nagyon-nagyon nem tetszett nekünk újpesti érzelműeknek. A másik része a futball szakmai pedig, hogy hát nem tudom, hogy hány magyar edző élte volna ezt a szakaszt túl egyrésztről, másrésztről pedig nem, továbbra sem az eredménytelenség oldaláról közelíteném meg, hanem egész egyszerűen
össze kell hasonlítani, ha már Vignyevicsről van szó. Hát egyértelmű, van szó. Az ide érkezett újonc Vignyevicset, hogy milyen motivált volt, és hogyan meccselt, és hogy foglalkozott én a csapatával. Én készítettem az első riportot vele, és azt mondom, hogy ennél jobb ember nem jöhetett Újpestre És az akkori ezelőtt. Csapata igen, milyen állapotban volt, igen, azt igen. Összehasonlítani a mostanival, hát egész egyszerűen az értelmezhetetlen a különbség. Tehát itt ez a játékos állomány szerintem leedzve se lett, szerintem mentálisan teljesen tönkre lett téve, úgyhogy teljes szakmai és erkölcsi válságban van most az újpesti futball sajnos. Pont, egy nagy pont, hiszen új szelek fújnak, de még mielőtt elkezdtünk beszélgetni, akkor említettem neked, hogy Fazekas Lacival, drága Fazekas Lászlóval beszélt a kollégám, és ugye egy tőle is megkérdezte, hogy mi a véleménye erről az Újpestről. Nem akarom idézni, olvassák el az újságot, ahol megjelent a cikk. Azt mondta a Laci, hogy kérem szépen, Újpest, mint olyan, nekem csak az az Újpest számít, amely minimum dobogós. Szóval, minimum dobogós. Nem érdekli, hogy negyedik, hetedik, tizenkettedik, minimum a dobogóért vagy a bajnokságért játszik. Ide kell eljutni. Szerinted most új tulajdonos van, majd április környékén meg lesz a nagyon nagy váltás. Mésző Géza került a kispadra. Géza harmadszor ült le most már. Kétszer is vezette a csapatot, hazai, nem külföldi. Ismered, egyivásúak vagytok szinte. Milyen döntés ez? Hát nyilván azt majd az élet dönti el, hogy milyen döntés, de a jelenlegi helyzetben, amikor arra van szükség, hogy a játékosokhoz egy új szellemiség jöjjön, egy pozitív személyiség, egy olyan, aki ismeri kívülbelül a klubot, Szerintem a lehető legjobb döntést hoztak ő ezzel. Ő kemény ember? Oda tud csapni arra kis padra mondjuk a bent az öltözőbe? Tudja azt mondani, hogy már pedig most és akkor? Hát azért ez ennél szerintem összetettebb. Tehát igen? Nem feltétlenül most kemény ember kell az öltözőbe, de én biztos de vagy benne, szerintem hogy arra meg se szólalt. Is. Igen, tehát én nekem a Vignyevicsnek a semlegessége nem tetszett meg az egész, ahogy a dolgokhoz hozzáállt a végén. Biztos, hogy a játékosok kapnak egy pozitív töltetet, végre van idézőjebben édesapjuk az öltözőben, van, amikor édesapának kell lenni, van, amikor főnöknek kell lenni, tehát szerintem ez tökéletesen meg fogja oldani a Géza. Hát ezen már az elmúlt mérkőzésen látszott, hogy nem, tehát nagyon fontos, hogy nem csak magát azt kell nézni, hogy hogyan futballozik egy csapat, hanem a játékosok testbeszédét, az nagyon-nagyon sok mindent elárul. Tehát mentálisan, pszichológiailag ez egy tönkretett társaság. Szerintem fizikálisan is problémák vannak. Én nekem rendkívül furcsa volt, hogy annak ellenére, hogy alig van belső védő az egész keretben, ennek ellenére távozó belső védő volt, érkező nem. Ugye, ahogy kiderült, hogy tulajdonosváltás van, azonnal igazoltak az Újpest, ugye, rögtön belső védőt, és rögtön tárgyalnak több támadóval is, tehát olyan nyilvánvaló posztra való igazolás hiányokat az előző éra nem tudott betoldozni, foldozni, ami egyértelműen látszott, hogy probléma. És de nem jó. Véletlen, hogy már másnap ezzel kezdett el az új vezetés foglalkozni. Ez nagyon jó, amit mondasz. Én most nem akarok ilyen magyaros lenni, ilyen mindenkit, a magyarokat előre tolni, de figyelj, mikor volt utoljára Simon Krisztián kezdő ebben a csapatban? Igen, Krisztián nem csak azért fontos az öltözőben, hogy kezdő vagy nem kezdő, hanem ő azt az Újpest identitást tudja átvinni a többiek felé. Sajnos kisebbségben van, tehát nemhogy saját nevelés, a magyar játékosok is kisebbségben vannak. Nyilván ezen is változtatni kell. De akkor is egy Simon Krisztiánnak ott, pláne most, hogy 11-ek, 9-ek, tök mindegy, maradjunk Bencimmel, egy Simon Krisztiánnak ott a hely a csapatban, ha csak 30 percre, 40-re, 45-re, 80-ra, neki nem létezik, hát ott ő az Újpest. Igen, de én azt mondom, hogy nem az a kérdés, hogy ő kezdő vagy nem kezdő. Aha. Egyébként az előző hetek összeállításához képest húzott egy-két nagyon jót a Géza a kezdőcsapat összeállításánál is.
Úgyhogy nem csak a szellemiség lett más, azért kaptak lehetőséget olyan játékosok, akik eddig el voltak nyomva, és ez adhat egy plusz motivációt az egyén számára is. Tehát minden szempontból pozitív a változás, most kell nagyon észnél lenni, mert most 180 fokot fordult az egész, egy olyan pozitív hurrá hangulat van, amit azért reálisan kell kezelni. Tehát a Géza sem varázsló, neki is lehetőséget kell adni egy hosszú távú építkezésre, és akkor derül ki, hogy milyen jó a váltás. Egy biztos, hogy a lehető legjobb döntést hozták, és én is nagyon optimista vagyok. De jó, hogy ezt mondtad, hogy nem varázsló, és hosszú távra kell gondolkodni. Valóban én is úgy érzem, hogy egy edzőt nem három meccs alatt, mérkőzés alatt kell minősíteni, hanem a játék, hanem... Illetve nem szabad olyan nyomást csak helyezni tessék, rájuk, hogy akkor innentől kezdve 9-ből 9-et nyerni igen, kell, csak tessék, vigyázni, két hét múlva a Fradi következik. Például. Az egy mérkőzés lesz szerintem. Így van, az de előtt a kecskeméti meccse lesz egyszerű. Igen. Tehát a Kecskemét hazai pályán erős, igen. Egy nagyon direkt futballt játszanak, fizikálisan erős csapat. Nálunk meg azért a védelemben azért fizikálisan azért vannak problémák. Már testalkatra is. Akkor meglátjuk. Itt a vége felé, mert ugye sajnos, azt hiszem még egy másfél-két órát tudnék beszélgetni veled erről a nem csak az Újpestről, hanem a magyar labdarúgásról is, de azért nagyon gyorsan itt a végén megkérdezem, ha már akadémián dolgozol, ha már az MLS ugye úgy, ahogy lehet mondani, elég kötelékéhez tartozol, lehet így mondani? Hát dolgoztam válogatottaknál 6 éven keresztül, igen. Most jelenleg nem tartozom az MLS kötelékébe, de attól még rálátsz természetesen, igen. Magyar válogatottról egy mondatot. Nem érdekel a Nemzetek Ligája, Európa Bajnokság érdekel. Hát, hogyha egy mondatot kellene mondani, akkor az én életemben ilyen még nem volt, hogy egy Európa Bajnokságra úgy utazik a válogatott, hogy akár a 8 közé is esélyes lehet bejutásra. Tehát szerintem az új generáció is, meg a régi is élvezze ki, hogy egy ilyen ütőképes és nagyon-nagyon jó magyar válogatottunk van, amelyik mind szakmailag, mind pedig a csapat egységet tekintve most már a világ bármely csapatával fel tudja venni a versenyt. Tehát ha mi játszunk Németországgal idegenbe, akkor nem az lesz a cél, hogy ússzuk meg kis vereséggel, hanem igenis bármelyik ellenfél ellen, aki kint van az Európa-bajnokságon, akár győzelmi esélyünk is lehet. Nyilván ez se jelenti azt, hogy mi most megnyerjük az EB-t, és nyomást kell helyezni a játékosokra, de ma már szerintem a földgolyón nincs olyan csapat, aki ellen be kéne tojnunk a hallgatjánkat, hanem ez a magyar válogatott igenis olyan karakteres, és vannak olyan játékosaik, akik nemzetközi szinten is top klubokba játszanak, úgyhogy semmi félnivalónk nincs, és nagyon szurkolok nekik. Végszó még nincs, ha már a magyar válogatottról kérdeztelek, Újpest. Utolsó mondat. Újpest, hova várod, mi lesz az elkövetkező? Tehát igen, nem is. Hova várod az Újpestet? Most a változás után. Most egyelőre semmi más cél nem lehet, csak hogy maradjunk bent. Tehát attól retteg az ember, hogy nehogy kiessen a csapat. Ez egy kicsit látva a tegnapi összefogást, meg az egész Újpest szív megdobbanását és az egész összefogást, ami a szurkolókat és a klub egységét jelenti. Talán most megint egymásra talált a csapat és a szurkolótábor. Én úgy gondolom, hogy most ez egyre távolabb kerül, de nagyon-nagyon észnék kell lenni a továbbiakban. De középtávon pedig azt várom, hogy mind az utánpótlásban, mind pedig a felnőtt csapatnál előtérbe helyezzék a szakmai tudást és azokat a szakembereket, akik adott esetben Újpest érzelműek is, hiszen én is úgy vagyok vele, hogy nagyon sok helyen dolgoztam a országos szinten, de hát a legjobb mindig az volt, amikor érzelmileg és szakmailag is egy egységet képzett az embernek a lelki világa és a tudása, és az Újpestért tudott dolgozni. Ezt várom a jövőben. Hogy az Újpest mind utánpótlás, mind felnőtt szinten rátaláljon a helyes útra. Nem lehet mást kívánni, legyen így. És azt gondolom, hogy ha eddig türelmesek voltunk, akkor most pláne még egy kis türelemre szüksége lesz a szurkolóknak, a játékosoknak, a szakvezetőknek és mindenkinek, mert hiszen ahogy ismételten Fazekas Lászlót fogom idézni, kérem szépen, az Újpest nem érdekel az Újpest, amelyik nem a dobogóért vagy az aranyéremért játszik. Feri, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Lesz ennek még folytatása ennek a beszélgetésnek. Én azt gondolom, hogy a bajnokság vége után ismételten leülünk, mert akkor már majd sok mindent lehet látni, és akkor kivesézzük azt, hogy mi van.
nagy szeretettel látunk akkor is, most el kell búcsúznom. Köszönöm, hogy itt voltál. Nagyon köszönöm, és minden jót, és összefogást, és hajrá, Lilák, és jogsikert mindenkinek. Ennél jobb végszót, kedves nézőink, nem tudnék mondani, hajrá, Lilák, és összefogás. Kérem, vigyázzanak magukra, hogy jövő héten is találkozhassunk. A viszontlátásra!